Ez év március 15-től a már megszokott helyek mellett itt a kormányablak ügyfélszolgálatainál is be lehet nyújtani az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos kérelmeket. 16-án meg is érkeztek az első kérelmezők Szatmárnémetiből, azóta pedig szervezett formában is jönnek ide határon túli magyarok, elsősorban az erdélyi és párciumi részekről, tájékoztatta a Nyíregyházára érkező Tőkés Lászlót Vinnei Győző kormánymegbízott. Úgy döntöttünk, hogy ne legyenek itt, ne kelljen sokat várni, ezért a bevándorlási és állampolgársági hivatallal fölvettük a kapcsolatot, hiszen ott is be lehet nyújtani a kérelmeket, és itt szerdán adhatják be, bármelyik nap be lehet adni, csak hogyha szervezetten nagyobb létszámmal érkeznek, ott pedig hétfőn várjuk felkészülten őket, egyébként egyénileg is meg lehet jelenni. A demokrácia központok vezetőivel, a nagyváradi, nagybányai, szatmárnémeti demokrácia központ vezetőivel tárgyaltunk. Előkészítetten jönnek be ezek a kérelmek, nagyobb fennakadás nem volt, és nagyon örülünk, hogy a kormányablakokba ez egy új ügykör, új lehetőség, és azt gondoljuk, hogy nekünk itt Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Berek megyében erkölcsi kötelességünk ezt az állampolgárságot, az állampolgársági kérelmeket befogadni, megadni, és minden segítséget megadni a határon túli magyaroknak. Az Európai Parlament alelnöke ezután tiszteletét tette a nyíregyházi főiskolán, ahol előadást is tartott. Tőkés László azt hangsúlyozta, hosszú ideig hálátlan dolog volt magyarnak lenni, a nemzetet megcsonkították, és mindenütt éreztették velünk, hogy nem kívánatos nemzet vagyunk. Romániában hontalannak, bozgornak neveztek bennünket, emlékeztetett a püspök. Ezért válságba került a határon túli magyarok identitása, sokan letagadták magyarságukat, idegen szóra váltották anyanyelvüket, másokat iskolai úton románosítottak, és sajnálatos módon elkezdődött az asszimiláció. Tőkés László szerint itt az ideje, hogy valamennyi magyar ember vállalja önazonosságát, és visszatérjenek nemzetünkhöz a kallódó magyarok. Erre jó alkalmat adhat az idei népszámlálás. Egymást követő módon népszámlálás lesz minden utódállamban az idén, Ukrajnában jövőre. Magyarországon szintén az idén, és most azt a programértékű jelszót bocsátottuk útjára, hogy magyarnak lenni jó, hogy az eddigi hátrányos folyamatokat leküzdve a magyarság vállalja önazonosságát, az elvegyültek is, a bujkáló magyarok is, és akkor azt gondolom, hogy úgy megerősödhetünk, mert a számok is beszélnek, Európában számít, hogy mennyien vagyunk, akkor úgy megerősödhetünk, hogy annak a nemzeti együttműködésnek a rendszerében, amelyet az Orbán kormány, Orbán Viktor maga meghirdetett, abban a rendszerben tényleg emelkedő pályára állhat a magyarság. Tőkés László arról is beszélt, Romániában eddig mintegy 50 000-en kérték a magyar állampolgárságot, a tömeges kérelmezések miatt létrehoztak 28 demokrácia központot, ahol hetekre, hónapokra előre be van osztva az igénylés feldolgozása. A püspök személyes élményeiről is beszámolt, elmondta, március 14-én Kolozsváron ő is megkapta a magyar állampolgárságot. Elmondása szerint akkor élte át igazán, hogy most állt helyre egy közel 100 éven megszakadt folytonosság, amire még nem is ébredt rá mindenki, mit is jelent.